News. Maria Maradó, jó nem vagyok, de elveszett sem leszek, de várt, hogy megváltozzak. Sorra készültek a dalok a lemezünkre, és mindenképpen szerettünk volna egy olyan dalt is, ami egy kifejezetten egy koncertdal. Leszek, kezdjük ott, hogy mindenkinek maga tetszik. Én nem magázlak, és humára van a meddig. Szóval a tükör a nagy szerelem, de ha görbe, egyből egy tonnával ránt le. Ezt a párvágóképet vettük föl ott a parkban a koncertünk előtt. A klip nagy része pedig úgy készült el, hogy én észre se vettem, mert hát zajlott a koncert. És hát már régóta szerettünk volna egy ilyen igazi koncertklipet, ami így visszaadja azt, amit mi ott átélünk a parkba. Ez még az első parkos bulink volt idén, és hát nagyon hosszú kihagyás után, nagy várakozással, nagyon felkészülve álltunk neki ennek a bulinak, és nagyon jól sikerült, tehát így arra emlékszem vissza, hogy pár óra múlva otthon ültem, és így írtam be a csoportba, hogy ez most tényleg megtörtént velünk, ez a parkos koncert. Koncert. Igen. Vettem a világon, amit kaptam tőled, mert ami most van nekem pont jó. A világon, ami szép lett tőled, meddig tartható. Azért még mindig egy picit a mélyebb érzésű dalok, amik szerintem nagyobb visszhangot váltanak ki a közönségből, de ettől függetlenül nagyon fontos a sorrend, hogy a koncert úgy legyen felépítve, hogy jól legyenek elosztva ezek az érzelmek benne, tehát hogy legyen egy íve, és akkor a végén ne úgy menjen haza a kedves hallgató, hogy de szomorú vagyok, mert most a végén mondjuk csak szomorú dalok voltak egymás után, akkor azért az egy picit úgy lehozza az embert, de úgy érzem, hogy idén elértük azt, hogy úgy összeállt a koncertműsorunk is ezekkel az új dalokkal, hogy most már így egyre jobbnak tűnik, és a visszajelzéseink is jobbak most. Mindenki csak legyünk, én ezt tenném szívem szerint. Jaj, de beteg a nagyvilág, semmi nem elég. Szerettem volna kiírni magamból minden olyan pozitívumot, vagy olyan dolgot, ami úgy éreztem, hogy nem annyira a Follow the Flow-val kapcsolatos, hanem ezt így nagyon a sajátomnak éreztem, és igazából abból indult az egész, hogy így, hát talán azért is, mert mondták ugye a leállásban, hogy menjünk el kapálni, és akkor én elkezdtem gondolkodni, hogy jó, kapálni nem, de miket csinálnék szívem szerint, hogyha nem a zenéről van szó, és akkor jöttek ezek a vicces, poénos kis szövegfoszlányok, mindig lejegyzeteltem, és egy ilyen egész kerek kiállt össze, és nagyon örülök neki, hogy megcsináltam, és mindenképpen ilyen dalt szerettem volna kiadni, amiben semmi frusztrációmat szándékosan nem élem ki. Tehát, hogy ugye a repzene az egy picit olyan, hogy kicsit arról beszélünk, ami fáj, ami nyomaszt. Itt én inkább azt próbáltam megfogalmazni, hogy mik azok a dolgok, amik közel állnak a szívemhez, és ezért szívem szerint.